Hadd tegeződjünk, mert én egy szekszárdi gyerek vagyok ám. Édesanyám Tischler Erzsébet, szekszárdi születésű, és a nagypapám itt volt csendőrőrmester. Amikor én kidobok 4-5 tankot, talán többet is, nem akarok dicsekedni, akkor az ember nem fél, nem jut az eszébe, hogy én most meghalhatok. Akkor, amikor lát egy-egy bajtársát, például Klein Robika, amikor eltalált engem itt ez a lövés, és rám zuhant, és láttam, hogy szétvalő, az tényleg borzasztó. Igen, én magyar vagyok. Én harcolok, ezek az ellenségeim. Ezek bántanak engem. Nem pusztítani akarok, hanem védeni saját magunkat. Azt hiszem, hogy ez a lényege. Hú, de szépeket mondok. Hú. És a bohócot, az én fehér bohócomat, skoti bohócomat, gitárral a kezében megrohanták az ávósok előadás közben, közönség előtt, össze-vissza verték, megbilincselték, és úgy vitték el bohóc ruhába, hogy ömlött belőle a vér rá a festékre és a bohóc ruhájára. És valami borzasztó dolog volt, és akkor hazamentem, és mondta anyukám, hogy hát kisfiam, ezek a kommunisták. Azt hittük, hogy valami csoda fog történni, és ez a csoda nem történt meg, ugye a rendszerváltásnál, hanem még mindig itt vagyunk, és ilyen szánalmas, primitív dolgokkal próbálnak minket megetetni, buta, tehetségtelen emberek. Hadd tegeződjünk, mert én egy szekszárdi gyerek vagyok ám. Édesanyám Tischler Erzsébet, szekszárdi születésű, és a nagypapám itt volt csendőrőrmester, Tischler András. Hát nagyon-nagyon nehéz elkezdeni egy ilyen beszélgetést, de én itt az előbb körbenéztem, annyi szeretetet éreztem, hogy azért nem akarom, hogy olyan nagyobb merev beszélgetés legyen ez, inkább a lélekről, tehát a individuális megértségekről szeretnék én beszélni. Gondoltam, hogy úgy kezdem, hogy talán a könyvből felolvasnék egy részletet, és elmondok egy-két érdekes dolgot még majd. Meg hát aztán majd később még beszélgetünk. Hol vagy, Laci fiam? Egy részlet belőle. Azok, akik nem lehettek ott, elképzelni sem tudják, hogy milyenek voltak ezek a harcok. Lehet hallani, ugye jól, hogy... Jó. Mintha a világ vége érkezett el volna. Apokalipszis. Ágyudörgés, jajgatás, leomló falak, füst, égő ablakkeretek. Átláthatatlan porfelhő. A Rákóczi út ugyanúgy nézett ki, mint a világháború alatt. A főváros romokban hevert, de legalább romjaiban magyar volt. Délután már nem volt más választásunk, meg kellett adni magunk. Azt gondoltuk, hogy hadifogságba kerülünk. Honnél is tudhattuk volna, hogy az utcai harcoknál nem ejtenek hadifoglyokat. Az akkori Rákóczi mozihoz szereltek minket. Még a falhoz sem fordítottak, szemtől szembe állva tüzeltek ránk. Az egyik golyó a nyakamon talált el. Elestem. Mellettem álló barátom Klein Robi rám zuhant. Ugyanabban a pillanatban robbant fel egy tojásgránát. Előtte még felvillant bennem, annyira gyerek voltam még. Miért tart kezében brikettet ez a bajszos ruszki katona? Miért pont az? Miért? 2-3 méterre áll tőlünk, onnan dobta közénk. A gránát szétvágta a fejemet, elveszítettem az eszméletemet. A mai napig nem tudom, hogyan kerültem a Szövetség utcai kórházba. Onnét átvittek a Mosonyi úti rabkórházba, ahol nagyon keményen vallatni kezdtek. A társaim nevét akarták megtudni. Ha szándékomban állt volna, akkor sem válaszolhattam volna a kérdéseikre, mert mi becenéven szólítottunk egymást. Sánta, köpszös, mocorgó, szeplős, meg hasonlók. Nem ismertük a többiek nevét. Isten nyugosztalja őket. Mindenki segített a másiknak a maga módján. A csapatunkhoz tartoztak lányok is, akik molotov koktélokat készítettek,
de részt vettek a harcokban is. Szóval vallatóimnak hamar elfogyott a türelme. Az egyik szöges bakancsával rúgni kezdte rettenetesen szétlőtt fejemet. Kirúgta a hallócsontokat, szétroncsolta a nyaki ütőeret. Mielőtt folytatnám, azért elmondom, hogy azért választottam ezt a részt, mert az embereket nagyon érdekli, hogy amit Hamlet mond, hogy mi álmok jönnek a halálban. És úgy érzem, hogy azoknak, akik ezt már egyszer átélték, hitükkel, nem kötelesen, hitükkel, hogy legyen, hogy az embereket megnyugtassák, hogy a halál végül is egy csodálatos dolog. Tehát nem hallok semmit. Még látom, hogy a csontdarabok szétrepülnek körülöttem. Az agyi halál állapotában vagyok. És ezzel tulajdonképpen véget kellene, hogy érjen életem alig 15 esztendősen. De nem így történik. Nehéz lenne szavakkal leírni, hogy mi megy végbe, legfeljebb hasonlatokról lehet szó. Úgy érzem, a lelkem elhagyja a testem, és valahol a közelében lényegül újra. Jó és kellemes érzések uralnak. A testem azonban nagyon idegennek tűnik. Taszít magától ez a véres húsdarab, akit nem is olyan régen még Dózsa Lászlónak, Lacikának hívtak. A tenyerem a jéghideg kövön nyugszik, végtagjaim görcsben ándulnak, átélem a világ minden összes fájdalmát, de ugyanakkor a világ összes boldogságát is. Talán a krisztusi szenvedés érzett, a megváltás gyönyöre és kínja lehet ez. Bizonyára mindenki érez hasonlót, akit meggyötörnek és kínoznak. Ezért lehetnek hősi halálok. Mert ez a fajta kínszenvedés egyszerre fájdalom és gyönyör, de nem mazohizmus. A halál katartikus és eufórikus. A fájdalom és az örömérzet az, amit átélsz megváltások pillanataiban, amikor még döntetlen a küzdelem. Az élet és a halál, a lét és a nem lét mesdjéjén jársz, és nem tudod, visszatérsz-e, vagy tovább mész az ismeretlenbe. A halál állapotában nem ismersz lehetetlent, akár arra is képes vagy, hogy visszatérj a testedbe. És akkor szembesülsz azzal, hogy a tested, hogy a jó Isten mondja, porhüvely. Látom, hogy Dózsa Lászlónak a szeme nyitva, csak hogy én már nem benne vagyok. Mintha lelkemben találtam volna új otthonra. Mintha azzá válnék egyé, és ebből az egységből áradna ki az anyagvilág és minden, ami létező. Nem akarok visszatérni a fizikai testembe, mert én már a megváltás küszöbén vagyok. Ám lényem mélyéből édesanyám hangját hallom. Tele van fájdalommal, sír. Megfognak valahova, elvisznek, bedobnak egy nagy gödörbe. Idegen hullákon fekszem. Az egyik sírásom meszet önt rám. A testem megrándul, megint hallom édesanyám sírását. Hol vagy? Hol vagy, Laci fiam? És ismét benne vagyok a testemben. És ekkor pokoli fájdalmat érzek. Csak azt hallottam, hogy az egyik sírásom megszólal. De ez a srác még él. Kihúztak a többiek közül, elvittek a Szabolcs utcai kórházba. Számomra azon a napon az angyalok sírásoknak öltözve jelentek meg. A Mosonyi úti vallatásom jegyzőkönyvei megvannak, szerepel benne a nevem, az időpont, születésem helye, ráírták azt is, hogy nem vallott, és a másnapi dátummal eltemetve. Na most, amikor ezt én először leírtam a Rivaldától a Vérpadig című könyvemben, bizonyára ismeretek Posgai Zsoltot, fantasztikus drámaíró, csodálatos, igazi, szép magyar drámákat ír, akkor engem felhívott, és azt mondta, hogy te, engem ez annyira megfogott ez a történeted, hogy én ezt megírtam versben. Na most, ezt majd később majd beszélek erről, hogy a valóságnál az álmok,
az érzelmek mennyivel mélyebbek néha, mint azok a materiális dolgok, amik megtörténhetnek az emberrel. Amikor ezt a verset engem telefonba felolvasta, majd elnézést egy kicsit néha talán nehezebb elmondani, mert ilyenkor az ember nem tud úgy szerepelni, mint színész. Hála Istennek. Akkor bizony percekig ott ültem, és képtelen voltam megmozdulni. Szeretném ezt átadni nektek, ezt az érzést. Nem voltál ott. Néha hallottál róla. Múlt köde őrzi a füstfalakat. Tankönyvek őrzik a dörgő halál ízt. Nem tudhattál róla. De van, ki még őrzi a Rákóczi úton sziszegve égő ablakkeretet, a jajgatást, sírást, süvítő golyókat, a romok köz játszó gyermekeket. Nem voltál ott, de én elmondom neked romokban magyar napjaimat. Az utcai harcot, a fogságot, a forró falfényét, ahova álltunk. Tarkunk irányába állított fegyvereket. Álltam a falnál, szemben egy ember, puska kezében, még oly fiatal. Ölnie kell, hiszen ez a parancsa. Szívem most tele van szánalommal. Ölnie kell, hiszen élnie kell. Dördül a puska, fájdalmat érzek, véres nyakkal a földre esem. Vér anyaföldtől betontartávol, vér anyaföldet most ölelni kell. Felnézek még, mosolyt csal számra, szánalmas kérdés tör most elő. Miért tart brikettet kezében? Ez a bajszos ruszki katona. Miért pont azt? Miért? S robban a gránát. Arcomat érte, fejemet érte. Megnyílt a föld. A beton eltűnt, hűs anyaföld várt. Megérkeztem. Hát megérkeztem végre. Rossz fehér ágyon izzad a paplan. Kórházi szoba vagy mi ez itt? Vallatót ismered rám? Kérdez, csak kérdez, egyre dühösebb. Neki csak térkép lett a hazám. Térkép, és hallom Radnóti hangját. Megnyugszom, mosolygok, ő még dühösebb. Társaim kérdi, áruljam el őket. Nem tudom, kik ők, hisz nevük az nincsen. Arcuk van, s rajta mosoly. Kezük van csak, és benne a kézfogás őszinte dobbanása. Ez minden, amit tudok. Arcuk volt csak, rajta gyermeki átok, idegen fegyverek elleni gyűlölet. Rúg már az állat, csizmája tépi, kötést átvérző fejemet. Iszonyú kín, ez mindegy, már vége, csak vége legyen. Elhalkul minden, a tiszta arca eltűnt. Meghaltam volna. De most hol vagyok? Taszít magától fájdalmas testem. Neve volt régen, neve s öröme. Csók volt-e testen a nappali ének. Neve volt régen, hogy is hívták, hogy számít a test neve most már nekem. Dózsa Laci, vagy máshogy a hívták. Jó ez az érzés. Átélem újra. Minden örömét a fényes egeknek, minden fájdalmát az ős mindeneknek. Krisztusi érzés ez, vagy csak bánat, berendezem ezt a szép túlvilági szobámat, és elhelyezem benne érő lelkemet. Lelkemet, melynek nem kell a test már. Porhüvely volt csak, nyűg, ronykacat. Szobámba besüt az isteni béke, és kívülről látom benne magamat. Jó itt már végre, de szólít egy hang itt. Ismerős asszony, egy régi vigasz. Fájdalmas hangja betölti lényem, vissza nem térnék, de békén nem hagy. Anyám sír egyre szép tiszta szobában. Miatta itt már nem maradhatok. Ott hagytam őt a földi kezekben, pedig már ássák a halottak sírját.
Ott látom kívülről benne magamat. De mellettem szól egy édes szép hang. Hol vagy? Hol vagy, Laci fiam? Anyám, ha akarod, én visszatérek, és bár meszet öntöttek rám, felkelek. Nyöszörgésem most fájdalmas ének, a sírásó megfogja jéghideg kezemet. De ez még él, és a testem közel jön. Lelkemmel újra elfoglalom, fáj a test újra, és fáj a félelem. De anyámnak leszek egyetlen ajándék, az ő könnye száradjon életemen. Lehet, hogy nem voltál ott, néha hallottál róla, múltköde őrzi a füstfalakat, tankönyvek őrzik a dörgő halálízt, nem tudhattál róla. De van, ki még őrzi a szabadság csókját a régen ledöntött vérfalakon. Visszajött élet lettem a földön, a mosoly, a múlt már az arcomon. De ne tudd meg, soha, mi van mögötte. Tükrös csak vissza az én mosolyom. Elnézést kérek, egy kicsit jobban megrendültem, de hát édesanyám nemrég halt meg. Kérdez valamit. A halál közeli élmény az, ami ne menjünk tovább ettől, mert utána nehéz erre visszakanyarodni. Azt mondják, aki visszajött a halálból, az máshogy látja a világot. Mintha látná a nagy képet, és nem lehet úgy kihozni már a sodrából, mint ahogy azt, aki ezt még nem élte át. Igaz ez, vagy mennyire változtatja meg az ember belsejét az, és a lelki világát, ha egy ilyen élményen túl van, és talán még egy fontos kérdés, át kell-e élni fizikálisan a halál közeli élményt, vagy el lehet jutni abba az állapotba, talán kegyelmi állapot, amikor az ember önmagát tudja kívülről nézni, és ezáltal meg tud változni a gondolkodása, az életről való felfogása, és ezáltal az egész élettel továbbiakban. Arra gondoltam az előbb, hogy amikor nagyon összeszorult a torkom, hogy, és iszonyú fájdalom van bennem, mert édesanyám nemrég halt meg, szexárdi lány. Hogy miért fáj ez mégis? És az ember milliófele asszociál akkor is, amikor esetleg egy verset mond. És azt éreztem, hogy ti annyira velem vagytok, és olyan félelmetes erőt adott nekem, hogy itt ültök, hogy megengedhettem magamnak azt, hogy egy kicsit elcsukoljon a hangom. Mert egy pillanatra azt éreztem, hogy itt van anyám, hiszen itt született. Itt volt kislány, és én azóta nem nagyon voltam szexárdon, talán egyszer játszottam a Hippolita lakályt. Most a kérdésedre visszatérve, azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, és azért beszélnek erről nagyon sokat azok, akik már voltak odát, mert úgy érzik, hogy küldetésük van. Tehát el kell mondani az embereknek, hogy nem kell félni a haláltól, hiszen leírtam, sok vallásos emberek úgy látják, hogy egy alagút, ugye általában úgy írják le, és a végén ott áll Jézus, és várja őket. Én egy kicsit materiálisabban éltem meg, hiszen most elmondtam nektek az előbb, hogy azt éreztem, hogy a testem mellett lényegülök materiálisan szinte. Tehát a világ anyagi részecskéjévé válok.
Az előbb adtam egy riportot a Szexádi TV-nek, és ott elmondtam, hogy van ez az úgynevezett interstelláris sugárzás, ugye, ami egyszer megtermékenyítette a Földet, amikor ugye az evolúció még a kezdetén volt. És hát ugye az evolúció folyamán azért emberré váltunk, bár itt egy nagy kérdőjel van, nem mindenki. És azt éreztem, hogy amikor ebbe a halál állapotába vagyok, vagy vagyunk, vagy leszek még talán, hát biztos, hogy leszek, és leszünk, akkor az ember visszaváltozik ilyen csillagközi részecskévé. Tehát vissza, én csak nem véletlenül, most nem akarom vallásosan, az én hiszek nagyon is Istenbe, csak nekem az a kötelességem, hogy én úgy meséljem el, hogy mivel, hogy ugye az ember színész, hogy abszolút tudatosítva önmagamba, hogy úgy történt meg, ahogy én ezt leírom, az a kötelességem. Tehát én nem láttam fénylő alagutat, de ott voltam. De az is igaz, hogy amit leírtam itt, hogy átéltem a világ összes szenvedését, és talán a megváltás gyönyöre és kínja lehet ez. És az örömérzet is, és minden boldogságát a világ mindenségnek. Nagyon-nagyon csodálatos megváltó dolog a halál, és feloldódás, és visszaasszimilálódás ebbe a csillagközi valamiben. Ne féljetek, mert tényleg egy csoda. Nézzétek meg a halottainkat, hogy sokszor elnézem, mert én úgy érzem, hogy talán kicsit több közöm van hozzájuk. Hogy mosoly van az arcukon, majdnem. Még annak is aki talán szenved. Ott a szenvedés, de ott van valahol a megváltásnak a gyönyöre. Majd beszélgetünk erről. Azért beszélünk erről, mert ez mindenkit érdekel, hogy a Shakespeare írja, hogy mi álmok jönnek a halálban. Más lesz az ember utána? Másként gondolkodik? Másként látja a világot? Már fölépülve egészségesen, testben érezve teljesen magát? Belenyugodottabban a dolgokban. Tehát van az emberben egy ilyen, azért csodálatos a Posgainak a verse, amit az előbb felolvastam, mert ő ezt gyönyörűen leírja. Hogy amikor az ember megváltódik, ott már nincsenek ezek a... És az ember így is élt ott. Tehát amikor visszatérek a porhüvelyembe, akkor azzal az élménnyel térek vissza, amit akkor átéltem, azt az ember soha nem fogja elfelejteni. És az a küldetésem, hogy ezt mindig elmondjam az embereknek. Egy másik témát, még maradva az 56-os... kérdéskörnél, a bátorság. A bátorság, amely azért a mai nap izgalmas, ugye február 11-e van, és 8 órakor majd még kimegyünk a Garai térre, és ott még erről lesz szó, hiszen 1945. február 11-én közel 50 ezer ember vette a bátorságot, és inkább vállalta a Budavárról való kitörést, mint sem a megadást, mint sem a biztos lekaszabolást. Jól mondod, kaszabolás. És egy 14 éves fiatal kamasz, hogy veszi a bátorságot? Hogy veszi azt, hogy neki harcolnia kell? Ez játék volt, vagy hogy élted meg a ruszkikkal szembeni harcot, 56-ot, a szabadságot, a szabadsággal, a szabadság letiprását? Tehát ezt a bátorságról, hogyha beszélnél. A mai embernek mit üzen, vagy nem üzenne, mondta a riporta is, hogy nem üzen, hanem mégis mit jelent? Igen, mert mindig mondják, hogy mi ennek a színdarabnak az üzenete. Hát mondjuk üzenete, vagy jó egy darab, vagy jó. Na hát jó, én válaszolok erre. Igazából egészen konkretizáljuk. Amikor elkezdődnek a harcok, akkor az emberben, ugye úgy hívjuk ezt ma, szörnyű, nem szeretem hallani se, hogy adrenalin. De én inkább azt mondom, hogy az emberben mozognak azok a gének,
amit évezredek óta, amióta tart az evolúció és a faj fenntartás, ami élteti az embert, harcolni. Harcolni azért, hogy jól éljek, harcolni azért, hogy gyerekem legyen, harcolni azért, hogy szeressenek, esetleg gyűlöljenek. Tehát ez az örök harc én, ez benne van az emberben. Olyannyira, hogy például amikor fogadtuk a 80 huszárt, bizonyára ismeretek, Sára Sándor rendezte, én voltam a Pál Farkas a főszereplő, és hát ez valami fantasztikus forgatás volt. Úgy értünk tényleg, mint egy huszárcsapat. Csak egy részt akarok elmondani, hogy akkor, amikor volt egy csata jelenet, megrohamozzuk az osztrák helyőrséget, és egy huszárcsapat, az 80 huszár volt ugyan a címe, de a 160, egy huszárszár, 160 huszár. És azt éreztük, hogy ahogy ültünk a lovon, mintha hirtelen visszaperegtek volna évszázadok, talán évezredek, és hirtelen azt éreztem, hogy a lovunk, a lovaink is. Tehát ugye van a filmgyárban az, hogy vagy a forgatásoknál, hogy felvétel, csapó, tessék. De ez már nem hangzott el, mert abban a pillanatban egy szívlüktetésre együtt voltunk a lovainkkal, és amikor Sari így mutatta, nem kell, jött a csapó, azt el is sodortuk onnan, és hirtelen együtt voltunk, tehát azok a emelkedett, eufórikus dolgok, tehát csak a harcokra akarok most beszélni, tehát az annyira csodálatos dolog, ami elkezd működni az emberbe, hiszen ez éltette az emberiséget, hogy harcoljon. Tehát amikor én kidobok 4-5 tankot, talán többet is, nem akarok dicsekedni, akkor az ember nem fél, nem jut az eszébe, hogy én most meghalhatok. Akkor, amikor lát egy-egy bajtársát, például Klein Robika, amikor eltalált engem itt ez a lövés, és rám zuhant, és láttam, hogy szét van lőve, az tényleg borzasztó, de ugyanakkor olyan állapotban van az ember, hogy tovább akar menni, és élteti. Tehát én nem, a hősiesség az egy adott dolog. Tehát hirtelen úgy leszel hős, hogy determinálnak a dolgok arra, hogy te hős legyél, és harcolj, de ez soha nem egy olyan tudatos, hogy én verem a mellemet, hogy én hazafi vagyok, meg mit tudom. Nem, az ember érzi az indítatást, és a gének működnek, és azok a gének is működnek, hogy igen, én magyar vagyok. Én harcolok, ezek az ellenségeim. Ezek bántanak engem. Nem pusztítani akarok, hanem védeni saját magunkat. Azt hiszem, hogy ez a lényege. Hú, de szépeket mondok. Hú. Korábbról valamilyen, én tudom, hogy volt, csak kérdezem, hogy a többiek is hallják, a kommunizmussal szemben, az oroszokkal szemben, meg egyáltalán a rendszerrel szemben valami averziód, esetleg élményed ezzel kapcsolatban. Most itt a bohócra akarok kitutani. Igen, persze. Na hát annyit el kell mondanom, hogy az én gyönyörű szép édesanyám, szekszárdi édesanyám, tényleg szép, láttam. Majd megmutatom nektek, az artista volt. Volt neki egy késdobáló száma, és valahogy úgy alakult az élete, hogy elkerült Ercsibe cselédlánynak. Igen, ám csak olyan szép volt, hogy azt mondták, hogy hát ez miért nem lesz artista? És kiképezték, és egy fantasztikus artista lett belőle. És ott a Népligetben, hát itt a könyvben nagyon sokat írok erről a világról, ez egy igazi komédiás világ, ami nem tévesztendő össze a Wurschlival. Olyannyira, hogy ha egy kicsit úgy tudom nektek érzékeltetni, hogy a mai színház egy-egy előadás után, ugye ezer meg ezer előadást lejátszottam már életemben, utána mindig olyan kiégetnek éreztem magamat, olyan, bár nagy sikereim voltak, itt van Erzsike. Tehát, de soha nem éreztem azt a csodát, amit a cirkusz világában, a Népligeti, a komédiás világban. Most ott volt egy fantasztikus bohóc, úgy hívták, hogy Skoti.
Bizonyára sokan ismeritek azt a számot, benne is van végig, felhívom a figyelmeteket a könyvbe, hogy egy vándorcirkusz ócskapadján ültem egyszerén. Ez biztos nagyon sokan ismerik. Ő énekelte. És miközben bejött, tehát mindenféle jeleneteket adott elő, nevettetett, és állandóan utánozta Rákosit, zseniálisan. Most hiába volt ugye ez egy szörnyű korszak, az emberekbe elszakadt valami gát, és hát meghaltak a nevetéstől. Amit ugye nem nagyon néztek jó szemmel, és a bohócot, az én fehér bohócomat, skoti bohócomat, gitárral a kezében megrohanták az ávósok előadás közben, közönség előtt, össze-vissza verték, megbilincselték, és úgy vitték el bohóc ruhába, hogy ömlött belőle a vér rá a festékre és a bohóc ruhájára. És valami borzasztó dolog volt, és akkor hazamentem, és mondta anyukám, hogy hát kisfiam, ezek a kommunisták. Most nekem a kommunisták ezentúl ugye el tudjátok képzelni, hogy mit jelentettek. És ez azért valahol azért nagyon is meghatározta az én életemet. És ma is meghatározza. Megint szépet mondok, hát hiány, hogy... De majd kérdezzetek is. Jó ötlet. Van-e valakiben olyan kérdés, amit szeretne feltenni, rövidet, akkor adjunk neki teret. De én azért a Dózsa névre térnék, hogy ha netán lenne bármiféle rokonság, de az életsorsban, a vállalásban maga Dózsa György és az által vállalt életsors. Mit érzel, hogy érzed Dózsa Györgyöt, te Dózsa László? Hát édesapám az Dósa Kornél lófő, Góbé Csíkszeredán született, és ő egészen kutatta a családot, és egészen 1650 körülig visszavezette. Hát remélem, hogy egy vérből valók vagyunk. Van egy kötelességem. Ez nemrég került egyébként a kezemben. Egy gróf Széchenyi István idézet, ami nagyon aktuális ma. Minden nemzetnek olyan kormánya van, ami őt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas, vagy műveletlen. Gróf Széchenyi István. Mint ha tudta volna. Van-e kérdésem valakinek? Igen. Jó, hangosan. Jó. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye, ha egy néző beül egy színházba egy előadásra, arra a nézőre nincs ráírva, hogy milyen politikai irányítsága van a gyerek. Ez azért jutott eszembe, mert nemrégiben már láttam az egyik televíziói beszélgetés, ami önnel és Harsány Gáborral készült. Eko TV-ben, és sajnos nem ez volt már az első olyan beszélgetés, amiben szóba került az, hogy a művészvilágban is van egyfajta megosztottság, és arra gondolok, hogy ki az, akit televízió elé engednek, vagy kamera elé engednek, vagy színházi szerepeket kap. Tehát itt is így is, mintha működne egy kontraszelekció önnek. Mi erről a véleménye? Azért tartom ezt fontosnak, mert ugye ne felejtsük el, hogy ez egy teljes jogú Európai Uniós tagállamban zajlik, ami magáról azt számít, hogy demokratikus jogállam. Jaj, de jó, hogy ezt kérdezted. Amikor megjelent ez a könyv, nem reklámot akarok neki csinálni, Isten bizony. Akkor ez a könyvvásár 502 könyv jelent meg, és ez a könyv a harmadik lett. Olyan rangos írók, mint Jókai Anna, még nem tudom, ki voltam, és én voltam a harmadik ezzel a könyvvel, hát ami egy elég komoly elismerés.
És én akkor nem azért akartam beszélni erről RTL Klub TV, Csiga TV, TV1, TV2, mert én annyira exhibicionista vagyok, csak én arra gondoltam, hogy jó lenne, ha az emberek tudnák, hogy mi az a komédiás világ, mi a lelke 56-nak. Én ezt biztos észrevettétek, hogy én ezt próbálom azért valahogy visszaadni. És képzeljétek el, hogy olyan emberek, akik régen a barátaim voltak, például Lakatté Karcsi, azt hittem, hogy a barátom, Verebes Pista. És mondom, hát miért nem hívtok be egy beszélgetésre? Engem úgy hívnak a szakmában, hogy Tucikám. Tucikám, te nagyon jó tudod, hogy miért nem hívtál. De miért nem hívtál? Hát ez már, ez 56, hát most az igen, az ellenség. Na, ezt komolyan mondod. Igen. Szóval azért iszonyú nagy az írástudóknak a felelőssége, és én nem tudok jobban gyűlölni semmit, mint amikor egy írástudó eladja a lelkét az ördögnek. De hát erről már ugye nagyon sok színdarabot írtak, Goethétől kezdve Madács Imréig. Ez valami borzasztó dolog. Hihetetlen, hogy ragyogó elmék az ördögöt szolgálják. Ez valami borzasztó. Hát igen, de hát lehet, látjátok, gondolom, akik nézik ezeket a csatornákat, egyértelmű. Itt ahogy itt a kicsit hadd hizelegjek nektek, hogy csomó szép és intelligens arcot látok, nem véletlenül, hogy ti ültök itt. Na de hát képzeljétek ezt az országot. Borzasztó. Ez valami borzalmas. Mindig mondom, hogy ki az, aki szavazott ezekre? Senki nem szavazott. Akkor ki? Soha nem tudom, hogy ki. De ez a borzalmas. Mint a Madás Színház tagja, és mint az Újpest Színház főrendezője, válogatsz-e színdarabok között, vagy szerepek között, hogy mi az, amit szeretnél eljátszani, és mi az, amit szeretnél rendezni? Van-e valamiféle vágyad, irányultságod? Válogatsz-e? Persze. Hát elsősorban engem nagyon determinál, már nem szeretem használni az idegen szavakat, de muszáj ezt. Például az én komédiás múltam. Most a Napsugár fiúk, az egy ilyen előadás. Tehát két öreg kivéhet... Reklám. Tehát az két kivéhet komédiás. De a ripacsérián, a jó értelembe vett ripacsérián keresztül azért az élet gyönyörű szépségeit és igazságait mondja ki ez a két komédiás, és fantasztikus a darab. Mindig ez fontos, hogy egy küldetésem legyen. Szép szó, de hogyha nem így élnék, akkor semmit nem élne az életem. És úgy érzem, hogy a jó Isten engem azért hagyott életben, hogy azért én egy küldetés vigyek végbe. Az jutott eszembe, hogy a Szofoklész írja az Oidipusz királyban, amikor a kórus panaszkodik, hogy Istenem, hát a Kreón idejében itt milyen jó világ volt, a jó Lájosz idejében milyen jó világ volt. Most jött ez az Oidipusz, és pusztít, és bűn, vértfertőzés, szörnyű dolgok történnek, és ma már semmi se szent. Írta ezt Szofoklész több mint 2000 évvel ezelőtt. És a világ azóta nem sokat változott, de még mindig itt vagyunk, és még mindig vannak jó emberek, és abban hiszek, hogy egyre több lesz a jó ember. Mert hát hogyha nem hinnénk ebbe, akkor mi értelme lenne az életünknek? Ha nem hinnék egy magasabb rendű, nem a homo sapiensben, mert a homo sapiens már lejáratta magát. Öl, gyilkol, alig van messzebb a Pitekantrópusznál. Egy valami olyan új emberbe hiszek, akik gyerekek, akik tiszták, akik boldogok, akik örülnek egymásnak, akik nem pusztítanak. Ami visszavezet a te kérdésedre, van az a nagy sablon, hogy az idő mindent megold.
Én azt hittem, hogy amikor volt a rendszerváltás, hogy Istenem, hogy milyen jó, hogy most itt azért egy 20 év múlva mennyire más, teljesen utopisztikusnak képzeltem el a dolgot, de hát a dolgok nem nagyon változnak. De azért törvényszerű, megint kell használnom az evolúciót, azért csak fejlődtünk valamit, azért csak volt Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Balzac, Goethe, hát azért volt Beethoven, Mozart, Bartók Béla, hát azért csak születtek csodák, amik egy kicsit, egy hajszálnyit is, de előre vitték az emberiséget. Van Thornton Wildernek egy csodálatos könyve, az a címe, hogy a Teremtés 8. napja. És az írja, hogyha ebben a történelem egy nagy szőtes, és hogyha ebbe csak egy pici csomót belerakunk, akkor már volt értelme az életünknek. Hát erre a kis csomónak a bekötésére kell törekednünk. És akkor valami csoda is történhet. Egyszer talán majd az emberiséggel. Nem gyorsan, nem 100, nem 200, hanem sok 100 év múlva. Sajnos. Ez egy kicsit pesszimista, de ez a 20 év megtanított arra, hogy nem lehet hinni az időbe, meg a jövőbe, hogy ez majd pillanatok alatt megoldódik. Át kell változni majd az embereknek, úgy érzem. Mássá kell válni, más ember. A homo sapiensnek át kell változni a homo rudensi, a játékos emberé. Hú, már megint szépeket mondtam. 56 talán a november 4-ben látod, amikor erővel letiportak bennünket, hanem ez az elmúlt 16-8 év... Hát nem csak ez, hanem az utána következő 50 év volt borzalmas, és gondolom mindannyiunknak, mert nagyjából egy korosztály vagyunk. Az valami rettenetes volt, amikor tudtuk, hogy kivégzések vannak, mindent tudtunk. És akkor, de a trauma csak igazán az volt, hogy azt hittük, hogy valami csoda fog történni, és ez a csoda nem történt meg, ugye a rendszerváltásnál, hanem még mindig itt vagyunk, és ilyen számalmas, primitív dolgokkal próbálnak minket megetetni, buta, tehetségtelen emberek. A könyvből még két dolgot, ha mesélnél, mert ez nem egy sima visszaemlékezés a pályára, nem egy csupán történeti leírás, inkább színház és hadtörténet, illetve olyan sok ember szólalt benne, még azért, hogyha erről beszélnél meg. Hát annyi idő, hogy például pont a Népligetet próbálom, mert hát ugye már nem létezik, azt sikerült elpusztítani. Kemény Henrik, Vitéz László barátom, aki édesanyám egyik legjobb barátja volt, és egy pár komédiást, akik még élnek, megszólaltatok, ami egy színház történet. Aztán volt egy csodálatos rendező a Várszínházban, Vámos László, a Várszínházról, Kerény Imre, akik akkor ott rendeztek. Akkor sok színész kollégámat megszólaltatom, például Ambrus Bandit, amikor apokaliptikus harcok dúltak a Rákóczi útön, ő egyedül őrizte a Nemzeti Színházat egy szál géppisztollyal. A kutyának nem kellett már akkor se a Nemzeti Színház. Úgyhogy, hát megpróbáltam, amit én talán egy kicsit úgy érzem, hogy érdem, hogy nem csak magamról beszélek, tehát az én individuális élményeimet írom meg, tehát megszólaltatom a pályatársakat, kollégáimat, a harcoló bajtársaimat, akik nagyon-nagyon-nagyon komolyan harcoltak. Tehát nem ilyen operett 56-osok voltak. Ezeket próbáltam felkutatni, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, hogy végül is ez egy kicsit olyannyira történelemkönyv, hogy a Hadtörténeti Intézet ezt történelemkönyvé minősítette. Van-e vágyad rendezés terén, esetleg szerep, amelyet még nem játszottál el, és a munkásságoddal szeretnél-e még valamit üzenni? Elkerülöm, mert annyira belénk dumálták ezt az üzenni, megőrülök tőle.
De én is kibontom, de én az a volt az. Igen, hát én szeretném most megrendezni majd a Eugene O'Neill Hosszút az éjszakába című darabját, aminek van mondani valója. Szeretnék azért egy vágyvillamosát rendezni. Van nekem egy nagyon klassz kis... Igen, voltam Stanley Kowalski, és van nekem egy nagyon klassz fiam, azt azért nem nagyon szoktam elmondani, csak így baráti körben, hogy amikor én, azért is volt ez az álom, azt hiszem, hogy elmondtam ezt a villamos, nem a tévé, azt elmondom majd, azért még a filmet befejezem, nagyon jó színész, egyedül neveltem fel. A drága jó édesanyja, amikor a gyerek 6 hónapos volt, kiment Amerikába tanulmányútra, és ott felejtette magát. Na most én a gyereket a színész kollégáimmal Debrecenbe együtt neveltem fel. Egy nagyon klassz kis kölyök lett, nagyon tehetséges, hála Istennek, és hát én sokszor gondolok rá, hogy jó lenne vele együtt dolgozni, de valahogy úgy félünk egymástól. Ő is fél tőlem, én is félek tőle, de most azért eldöntöttük, hogy a vágy villamosát azért lehet, hogy megrendezem neki. Ezt el akarom azért még mondani nektek, mert ez egy szép. Az előbb szóba került a valóság és az álom. Az, hogy megsebesülsz, hogy eltalál egy golyó, ennyit, én például, ez egy nagyon csúnya seb egyébként, én ennyit éreztem. Azt éreztem, hogy betakarja valami szart, és ömlik a vér, egyre jobban elgyengülök. Aztán ugye hozzám dobták ezt az aknát, szétvágta a fejem, hogy akarjátok, megnézhetitek, tele van ugye szilánkkal a fejem. De ez egy pillanat, ezek nem fájdalmas dolgok, nem borzasztó dolgok, de amikor már a gyerekem olyan 1-2 éves volt, és hát ugye ezt hozzá kell tenni, hogy azért egyedül neveltem, és azért az anyai ösztönök azért szerintem egy férfibe is kialakulnak, hogyha nevel egy gyereket. Azt álmodtam, hogy iszonyú harcok vannak, tehát ugyanúgy megálmodtam ezt az apokalipszist, ami a Rákóczi úton volt, és azt álmodtam, hogy a gyerekem ül a villamossínen, 67-es villamos járt akkor a Rákóczi úton, jön a villamos, és jönnek a tankok, és rá akarnak gázolni a gyerekemre, és én rohanok oda, hogy elkapjam, és akkor talál el, egészen másképpen, mint a valóságban, akkor talál el ez a golyó, és ömlik el a vérem, és már nem érek oda a gyerekemhez. És ahogy megyek közel, ott sem is ülök meg, és a gyerekem, tehát az már úgy fennmaradt, hogy mi történt a gyerekkel álmomban, arra már nem emlékszem. Én olyan idegösszeroppanást kaptam, hogy majdnem 2 hónapig feküdtem a pszichiátrián, mert az álom sokkal szörnyűbb volt, mint a valóság. Úgyhogy amennyire csodálatosak az álmok, ugyanakkor az álmok szörnyűek is. Meg a legatavisztikusabb félelmeket hozza az emberbe elő. Ezt csak azért meséltem, mert ezt mindannyian átéljük, és talán érint benneteket is. Ha van kedvetek, még kérdezzetek. A bátorságra szeretnék visszatérni, hogy a szürke hétköznapokban van feladatunk, a bátorsággal kapcsolatban van létjogosultság annak, hogy a hétköznapokban is bátrat legyünk? Milyen feladatokat látnál a hétköznapi embernek, hogy igen, tessék, legyél bátor, nyugodtan, mit tegyen, vagy mit lehet? Azért neked is van ám empátiád. Én most tanulom, nagyon nagy feladat elmondani egy színésznek a gondolatok a könyvtárban. Nem akarod, nem mondom, mert ne ijedjetek meg. De most, amit kérdeztél, azt mondtad, hogy mi dolgunk a világon, ugye? És itt van Vörös Marti válaszol rá, hogy mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárnyi megi ég felé viszen. És mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madándalánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély sűjjedésből, és a szellem harcok tiszta sugaránál oly magasra tettük, mint lehet,
mondhatjuk, térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.